tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, jegyző úr, képviselő asszony, Ildikó néni, tisztelt klubtagok. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az idősek világnapja alkalmából megrendezett rendezvényen. Én is elgondolkoztam azon, hogy hát már én is idősnek számítok, ahhoz képest, amikor kisgyermekként itt a zeneiskolában a vadászkürtőt cipeltem szófésra, és akkor gyermek voltam, és a gyermek szememmel a mai énem már idősnek számít. És azon gondolkoztam, hogy van-e olyan egyáltalán, hogy idős ember? Nincs. Mert ha belegondolunk abba, hogy egy amerikai író írta azt, hogy minden embernek a nála 15 évvel idősebb az az idős. Mert amikor 15 évesek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy egy 30 éves, ó, hát az már egy idős ember. 30 éves korunkban pedig azt mondjuk, hogy hát 30 éves, hát fiatal ember. 45 éves, majd ha 45 leszek, akkor már idősek leszek. 45 éves korában az ember azt mondja, hogy 45 éves kor, hát nem idős kor. Majd ha 60 leszek. És ha eléri az ember 60 éves kort, azt mondja, hogy 60, hát most vagyok az élettapasztalatomnak az élén, 60 éves kor, nem idős kor. És volt egy példa, talán 15 évvel ezelőtt egy idős nénit köszöntöttünk a szociális otthonban, a 100. évét közelítette meg, és kerestük, hogy melyik szobában van. És oda jött egy öreg nénike, egy kicsi görbe háttal, de fürge mozgása, és mondta, hogy kit keressünk. És mondta, hogy jó, hát azt az öreg nénit, az másik szobában van. Megkérdezzük, mennyi idősnek tetszik lenni? 92. 92 éves korban is, a nálunk 15 évvel idősebb, vagy akár 8 évvel, az az öreg. Mindenki, aki életerős, mert vannak bajok, vannak betegségek, vannak nehézségek, de öregség, öregkor nincs. Nem is szabad hagyni. És én nem is az időseket, nem is az öregeket köszöntöm, hanem azokat, akik már az élettapasztalatban egy kicsivel előttem járnak. Hiszen az élet az olyan, hogy ad jót is, rosszat is. Meg kell tapasztalni. A jónak örülünk, a bánaton szomorkodunk, és minden egyes tapasztalattal többek vagyunk. Végigjárjuk azt az utat, amit végig kell járnunk. És semmit nem kapunk véletlenül, se jót, se rosszat. És hogy ezt az utat végig tudjuk járni emelt fejjel, az örömnek örülni, a bánaton szomorkodni, akkor ez az élet, amit végigjárunk, amit végig kell járnunk, amit végigjártak szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, azt mi is végig fogjuk járni. És azok a szaladgáló, hangos lurkók, amelyeknek mi is voltunk néhány évvel ezelőtt, ők is végig fogják járni. Hiszen ez az élet rendje. Én azt kívánom mindenkinek, minden egybegyűltnek, hogy a mai napon érezzük nagyon jól magunkat, és élvezzük az életnek minden egyes pillanatát, ami megadatott számunkra. Hiszen ez az élet egy ajándék. Ajándék mindannyiunknak, ajándék minden perce, a jóval, a rosszal, a lábdagadással, a derékfájással együtt, a nehezebb ébredéssel, az álmatlan éjszakákkal, mert így szép, mert sötétség nélkül nincs világos, rossz nélkül nincs jó. Én kívánok mindenkinek jó egészséget, jobb egészséget és szép derűs napokat ezen a napon, és az elkövetkező összes napon. Mindenkinek jó egészséget kívánok!